Már alapszakasz győztesként fogadta Nyíregyháza a Mavcot, és az első negyedet 6 ponttal meg is nyerte a házigazda. A második 10 perc kevés kosarat hozott, mindkét csapat 14 pontot szerzett. Fordulás után elkezdték a felzárkózást a fővárosiak, sőt egy negyed végén szerzett triplával ki is egyenlített a Mavc. A záró játék részben aztán a vezetést is átvették a budapestiek, és mivel a sok hibával játszó Nyíregyháza nem tudott újítani, elvesztette hazai veretlenségét Siska János együttese. A másik fél időben a Mavc ránk erőltette azt, amit szeretett volna. Mi végig idegesek voltunk a mérkőzésen, nem tudom, hogy miért. Talán ebből bennek voltak a játékvezetők is, mert nem úgy vezetik a meccset, ahogy kellett volna. Igazából úgy gondolom, hogy a srácok fejben nem voltak itt ezen a mérkőzésen. Azért nem tudom már hány győzelem van mögöttünk zsinórba. Megnyertük az alapszakasz. Nehéz azért ilyenkor a fiúkat motiválni. Szerintem lengettek egy kicsit, ez látszik is, hogy büntetőből 12-t hibáztunk, 21-ből 4-et dobtunk 3 pontosból. Ez mind koncentráció, és nem történt szerintem semmi probléma. Attól még ugyanolyan jó csapat vagyunk. Bár a vereség soha nem jöhet jókor, Mohácsi Máté szerint talán időben kaptak egy figyelmeztetést a Mavctól. Nyilvánvalóan nem lehet amellett elmenni, hogy milyen volt a motivációs tényező a mérkőzésnek. Nem mondom azt, hogy félváról vettük, de még a Mavc azért a legjobb playoff pozíciójáért küzd, mi már matematikailag elsők vagyunk. Ettől függetlenül nem vettük félváról a mérkőzést, de azért láttam a többieken, hogy érezhető volt a csapatom elő, hogy nem pörgünk olyan hőfokon, mint kellene. A másik része pedig nyilván a százalék, ami ebből fakad. 10-15%-os hármas mutató, 50%-os büntető mutató. Ez mind összefügg ezzel, úgyhogy nincsen világvége. Én azt gondolom, hogy ki kellett most már kapnunk egyszer ahhoz, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk verhetetlenek. Úgyhogy ezzel a lendülettel megyünk tovább, és próbálunk most már verhetetlenek maradni. A vendégek csapatkapitánya szerint az volt a győzelmi kulcsa, hogy kevés ponton tudták tartani a nyíregyházi csapatot. Egy nagyon-nagyon hullámzó mérkőzés volt, azt gondolom, hogy egy igazi parázs csata volt, két nagyon jó játékos állománnyal rendelkező csapat között. Talán az döntött, hogy a negyedik negyedben egy védekezésváltással egy mindent elváltottunk, és ebből a Nyíregyháza nem igazán találta a fogást, és ez mutatja, hogy 68 ponton sikerült tartani egy olyan Nyíregyházat, aki azt gondolom, hogy extra játékosai vannak, extra dobóik, és mégis 68 kapott ponttal azt gondolom, hogy így sikerült nyerni. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Veszprém 87-70, Baja Salgótarján 91-76, PVSK 2 Nagykőrös 75-82, Vasas Akadémia Meavsz Miskolc 122-77, NKA Pécs Budapesti Honvéd 94-89 és MTK Elite Basket TF Budapest 74-95. A tabella élén a Nyíregyháza áll 22 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 17-6-os mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémiát. A Kék Cápák szombaton a 11. helyezett TF Budapest otthonában lépnek pályára.